Kolyák Antal a 80-as évek szekszárdi dózsájának meghatározó kapuvédője, különösebb apropó kerek évforduló nélkül is úgy gondolta, eljött az ideje annak, hogy összehívja az 1981-82-es csapat tagjait, akik harmadikak tudtak lenni egy olyan bajnokságban, amikor a csoport első öt helyén végző együttes maradhatott benn a szigorú átszervezéseket követően a második vonalban. Ez az eredmény ugyanis, a bronz, a szekszárdi labdarúgás 75 évre visszatekintő történetében a legjobb eredmény, vagyis sporták történeti kuriózum. Ahogy utána néztem, mi a második vonalban lettünk harmadikok, és az elődeink, a Freppámikék, ők a harmadik vonalban nyertek bajnokságot. Az elsősorban a helyi tehetségekre építő csapat ebben az őrületes bajnokságban a harmadik helyen végzett, a kulcsemberek 37 év táblatából egy-két kivételtől eltekintve jöttek is a jószóra. Megint azok a játékosok jöttek el, akik annak idején a csapat legjobbjai voltak, és hát ebből is látszik az, hogy őnekik ez a találkozó fontos. Aki nem jött el, hát sajnáljuk. Ott volt az egykori csapattársak között, annak idején Dunaújvárosból igazolt gólerős csatár Sajó László, és szintén a máshonnan érkező, de a Dózsában meggyökeresedő Koromnai Viktor is, aki a szélső poszton kapott lehetőséget. Az alapemberek Polyáktól Varga Ferin és Tóth Lászlónál, Knisz Mátyáson és Laki Zoltánon keresztül szinte valamennyien jelen voltak. Miképpen az önálló felnőtt vezető edző posztját először ebben a 81-82-es bajnokságban fiatalon 33 évesen betöltő Tessler Wendel is. Előtte felnőttek között 3 évig pályaedző voltam a Magasházi József mellett, és úgy lettem vezetőedző, és az első év, amikor vezetőedző lettem, akkor hozta ezt a sikert számomra. Nyilván ez meghatározó volt a további életemben. Összefort Szekszárdhoz, a városhoz, annak labdarúgásához már a Petőfin és a Vasason keresztül is sok szállal kötődő fiatal szakember pályafutása a szekszárdi dózsával. Tessler Wendel okkal lehet büszke erre a csapatra, mert több, később meghatározóvá váló fiatal játékost épített be hosszú évekre szólóan az akkori szekszárdi dózsán. Én voltam az utánpótlás szakágvezető, tehát a fiatalokat is ismertem, és tudtam, hogy kitől mit várhatok, kihez lehet hozzányúlni, és tudtam, mit várhatok a DNS Palitól, a Márkus Lacitól, tehát nagy előny volt számomra, hogy ismeretekkel rendelkeztem minden területen itt a csapat körül. Úgy tűnik, a 37 év elteltével rendezett első találkozónak lesz folytatása a későbbiek során. Ezt a szekszárdi UFC jelenlegi elnöke Kárpáti Zoltán is támogatja, és mint mondta, minden tőle telhető támogatást megfogadni, hogy létrejöjjön az újabb összejövetel, jelentette ki a klubvezető minden idők legjobb szekszárdi csapatának köszöntésekor.